Az előző percekben, amíg önök Szikszai Rémuszt hallották és látták, addig mi bemelegítettünk, hogy amikor majd Rozsnyai Róbert egy pár önvédelmi alapot megmutat nekünk, akkor le ne sérüljünk. Hát Robi, önvédelem az egy nagyon fontos dolog, és szükséges is, viszont semmit nem tudunk róla szinte. Alapvetően Krav magával foglalkozok, jó? Tehát ezt szögezzük le. Szakszó, tehát ezt mindenkinek tudni kell, Krav maga. Gyakorlatilag a Krav maga annyit jelent, hogy közelharc, ennek a civil verzióját nyilván elsősorban önvédelmi szempontból közelítjük meg, és ezt oktatjuk itt a civileknek. A Krav maga nagyon sok mindennel foglalkozik, egészen az egyszerű probléma megoldásoktól és kommunikációs, úgymond probléma megoldásoktól a túszhelyzetig, vagy háborús szituációkig, ilyen krízis helyzetekig, de amivel most úgy gondoltam, hogy érdemes itt veletek foglalkozni, az ami egyszerű, esetleg lányokkal is előfordulható dolog. Beszéltünk itt két dologról, egy ilyen társkarablás kísérletről, amire úgy mondtuk, hogy nem lesz most idő, illetve a másik, ez az ölelés hátulról című fejezet, aminek fogjuk venni egy ilyen keményebb megoldását, ami, hogyha veszélyes a szituáció, emberrablás, stb. Vagy olyan utcai szituáció, illetve egy másik verzióját, ami egy ilyen soft verzió, ami nem veszélyes szituációra, inkább kellemetlen szituációra való. Jó, az első volt ugyebár, hogy hátulról, tehát prezentáljuk ezt a támadást? Igen, én leszek a szenvedő alany, és Zsenikő fog megtámadni. Itt kell a szép lány, akit el kell rabolni, és én leszek a gonosz, aki majd megtámadja őt. Jó, tehát alapjában véve maga a támadás az ugyebár az, hogy a kar alatt megöröled a... Mondjuk teszem, azt nézegetem a telefonomat, ugye valahol. Erről majd beszélünk később, jó? Egy picit, mert ez így nem lesz jó. Oké, tehát nézegeted a telefonodat, és én pedig jövök, és így el akarom rabolni. Tehát ez lesz az alapszituáció, jó? Ennek fogjuk venni a megoldását. Ugyebár mi a legnagyobb veszély, kiemelnek, vagy bármi, tehát korlátoznak a mozgásodban, beraknak a kocsiba, bármi történik. Az első és legfontosabb, hogy megakadályozzuk azt, hogy kiemeljenek. Mi erre a legegyszerűbb módszerünk? Az, hogy előre dőlsz csípőből. Úgy van, és innentől könnyökütést prezentálsz hátra, kérlek, ne ölj meg. Egyik oldalra, másik oldalra, és a harmadik ütéssel együtt ki is fordulsz ebből a mozdulatból. Tehát tudod, úgy van, vissza is. És már fordulsz is ki. Gyakorlatilag ennyi lesz, jó? Uh-huh. Tehát még egyszer, ugyebár amit csináljuk együtt, jó? Oké, előre támadjalak meg? Megmutatom akkor, hogy néz ez ki, hogy egy ilyen fél gázon. Szakember, hagyd mutass, igen. Ezt nem gondoltam át, úgy érzem. Az orromra még szükségem van, jó? Mindenféleképpen óvatos vagyunk elő. Jó, tehát innen, ahogy előre dőlök, megy a könyök, és a harmadik fordulásra felé fordulsz, innen esetleg folytatod a támadásokat, eltávolodsz tőle, hogy ne legyen további támadásra lehetőség. Ez ugyebár a támadás utáni magatartás fontos része, és nyilván ugyebár itt kell kitérnünk a telefonnyomkodásra, hogy a támadás előtti magatartás fontos része, a megelőzés, és hogy tudjuk, hogy mi van körülöttünk a világban. Tehát az, hogy telefonnal mész az úton, nem biztos, hogy elrabolni, lehet, hogy elgázolni fognak. Ez is az önvédelem egy szerves része. Elég valószínű ez a verzió is, igen. Tehát ez is egy fontos része, ahol kevésbé működik a könnyökütések sorozata, mondjuk egy autó ellen. Igen. Jó, úgyhogy erre oda kell figyelni. Tehát még egyszer próbáljuk meg ezt a mozdulatot. Igen. Jó? Oké, okay, és akkor megöleled, telefonozol, én úgy támadok. Így. Előre dőlsz, könyök, egyik, másik, és kifordulsz, és így már tudom úgy van, bántani is. Akár. De nem fogom. Gyakorlatilag ez már megoldást jelenthet erre a problémára. Nyilván ugyebár a mozgásnak akkora dinamika, amit most nem tudunk produkálni, mert mind az öltözet sem. Nem bántjuk egymást. Nem bántjuk egymást, nem vagyunk felkészülve, nincs védőfelszerelés. De nyilván ennek akkora intenzitással kéne történni, hogy maga zilálja az egész fogást, illetve az egyensúlyában megpróbáljuk kibillenteni a támadót, hogy arra kelljen az idegi kapacitásokat fordítani, hogy ne essen el, nem pedig arra, hogy minket fogjon. Vegyük egy másik verzióját ennek a sztorinak, ugyanerről az ölelés, akkor megmutatnám ezt is, jó? Tehát ugyanerről az öleléses dologról beszéltünk. Ölellek megint. Jó? Tehát igen, erről ugyanígy. Volt szó. Jó? Tehát valahogy átölelnek, jó? Okay. Ugyebár nem veszélyes, tehát nem azzal fog kezdeni, mint az előbb, hogy lefejelem, meg megkönnyökölöm, stb. Jó, rárakom a két kezemet az ő karjára, csúsztatom le, jó, és az egyik, az be fog ide jönni szépen, két ujj az ideális, jó, a másikat pedig a csuklán rögzítem, és tudom törni vissza. Tétszíne. Jó, tudom vissza törni, ezzel bontottam a fogást, és távolodok el tőle.
Jó? Tehát ez egy elég jó, ez egy elég jó, egyszerű és kézenfekvő gyere, megoldás. Gyere csak rá, majd meg, hogy próbáljam ezt ki, most na az nézz, előbb orrba vágtál, akkor most meg, eltöröm jó? Az ujját. Vigyázz a kezemre, jó? Légy szíves. Várjál, telefon nyomkodok én jó, is. Nyomkodj telefont. És akkor hogy csinálom? Oké, okay. Ráfogsz a két karjára. Ráfogok a két karjára. Csúsztatod le. Gyakorlatilag azért fontos, hogy meglegyen ez a kontroll, ugyebár sötétben is működne, stb. Stb. És ugyebár a felső keze felül az marad a csuklónál, igen. A másik oldalon pedig aláfűzöd a két ujjadat, aha. És az ideális, hogy két újra fogsz rá. És akkor ezt így alácsúsztattam, kifordítom a kezem, megfogom. Igen, és ezt töröd vissza a saját csuklójára. De és el fogom engedni. Közben így a csuklóját én tartom. Igen, tartod azért, hogy a feszítés meglegyen. Jó, és okay. Eközben, ugyebár, hogy oldottad a fogást, most tudsz kilépni ebből a szituációból. És eltávolsz, jó? És jól tehát csináltam, hogy így kifordítottam? Maximálisan, aha. Jó? Nyilván ennek lehetne ilyen mindenféle ilyen szadizós verziója, de ez nem önvédelem, tehát annak már nincs különösebben jelentősége, hogy ott neki fáj vagy nem fáj. Uh-huh. Neked az a lényeg, hogy nem. Kiszabadulj. Nem, hogy kiszabadulj. Jó, tehát az elsődleges mindig ez, tehát nem erre a megtorló jellegre kell gondolni, az ilyen, amikor fájdalmat okozol, ugyebár ennek a fesztésnél, hanem az, hogy te teret nyerjél. Uh-huh. Nézzük meg ezt még egyszer, na. Mire emlékszünk, na, jó? Hagyj lássuk. Tehát akkor vizsgázunk, Ditka nyomkodja a jó, telefonját. Erre egyébként egy jó gyakorlat lehet az, mondjuk erre a soft meg a kemény megoldásra, ugyebár az, hogy erősen fogod meg, vagy csak lazán, és hogy a megfelelő reakció jöjjön ki. Mert ugyebár ott aha. Nagyon, tehát ez az egyik legnagyobb probléma az önvédelemmel, a felismerés, a támadás felismerése, hogyha mindenkit agyon kéne verni az utcát, az viszonylag egyszerű lenne, csak szerintem elég hamar valami zárt osztályon végezni. Igen, az ember. Igen, most mi ugye lassítva és finom mozdulatokkal csináljuk ezt, amit te tanítottál nekünk, viszont hogyha valós támadási helyzetbe kerülök, és engem például így megfognak, akkor nyilván nem fognak ilyen finoman fogni, hanem kőkeményen fognak megszorítani, és olyankor az ember agyának kapcsolnia kell, hogy túlélésre játszunk. Tehát nyilván nem a vállát fogom könyökölni, hanem megpróbálom majd nyilván a fejét fordulás nagyon fontos, közben. Hogy tehát az edzéseink is nagyon fontos, ez a mentális, ez a kapcsolás, tehát ez a nulláról beugrani abba a mentális állapotba, hogy harcolj akár az életedért, ez egy nagyon fontos rész, ezt gyakorolni kell, tehát ez az, ami általában nem szokott menni. Tehát ez a óriás probléma sok helyen, amikor önvédelemmel foglalkoznak, és azzal kezdődik a sztori, hogy jön egy ütés, nem itt kezdődik az önvédelem. Az önvédelem ott kezdődik, hogy valaki jön mögöttem az utcán. Már ezt észre kell tudni tehát, venni. Vagy akármi, vagy egyáltalán nem megyek olyan területre, nem megyek egyedül haza, stb. Ez már mind maga az önvédelem szerves része, tehát maga a valós támadásnak az elhárítása az csak egy részlet gyakorlatilag. Na nézzük meg ezt a... Na. Hogy... Már elfelejtettem, annyira ittam a szavaidat, hogy már elfelejtettem. Én tehát buta vagyok, és a telefonomat nyomkodom okay. Az utcán, nézzük és nem meg. Veszem észre, hogy engem éppen hátulról megtámadnak. Megtámadtalak. Villámgyors előjött, könyök, és már ki is fordulsz, és eltávolsz. Nem ütöttelek meg nagyon, most lendületben volt. Az, hogy megfogod, vagy nem fogod, nincs jelentősége. Nyilván ugyebár itt van egy menete, tehát ez a védekezés, a támadás szerves része a támadásunknak, tehát nincs semmiféle ilyen filozófia mögötte, hogy nem támadjuk meg, természetesen, hogy megtámadok, akkor a jogi keretek között fennáll a lehetőséged, és nyilván ahhoz, hogy hatékonyan tudjál védekezni, ahhoz fontos is, hogy támad meg. Tehát ez egy szlogenünk, az a támadó megtámadása. Jó, és a másik, hogy eltávolodni. Ezek nagyon. És nyilván segítséget kérni, hívni rendőrséget, stb., akiknek ugyebár dolguk az, hogy megvédjenek. Ennél a mozgásnál, vagy mozdulatnál, amit most Ditka prezentált, ugye itt az a lényeg, hogy a lendület az, ami ki fog minket szabadítani tulajdonképpen? Alapjában véve a támadásoknak, tehát nem véletlenül van három támadás, tehát nem kettő, nem négy, három. Tehát nem véletlenül vannak ezek, pontosan azért, mert így akár, tehát az emberi magatartásra alapozunk. Feltehetőleg ugyebár most kértem itt, hogy a támadásnál előre legyen a fejetek, pontosan azért, hogy ne legyetek megütve, de hogyha valaki így átöl, akkor hogyha szorosan van, akkor valamelyre lesz a feje. Így, hogyha lereagálja és elfordítja a fejét, akkor is valamelyik oldalon kap legalább egy támadást. Tehát amíg nem történik meg a támadás, és nem történik valamilyen behatás a támadóra, addig nem próbálunk meg kiszabadulni, tehát ez szerves része. Pontosan azért, mert feltételezzük, hogy valaki olyan támad meg, aki erősebb nálad, nem veled egy súlycsoportban van, stb. Jó, tehát ez fontos. Na nézzük meg akkor még egyszer a másikat is, amikor másikat. Én vagyok buta és én nyomkodom a telefonomat. Igen. Ráfogok itt, szépen csúsztatom, bemegy az ujja alá, hármat is foghatok? Akár, hogyha annyi sikerül. Ah, igen. És kilépsz közben.
körülbelül ez. Hogyha mélyebben tartod, akkor tovább fent tudod tartani a feszülést, de ezek már részletek gyakorlatilag most ennyi időben így nem tudjuk ennyire kirészletezni ezt a dolgot, de körülbelül így működik, igen. Rendben, hát Robi, nagyon szépen köszönjük, szerintem mi még gyakorlunk itt egy kicsit.